Márka nevet kap a szabolcsi alma. A Magyar Zöldséggyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács brandépítésben elsősorban a hazai piacra fókuszálna, de Európában is szeretnék megerősíteni az értékes gyümölcs helyzetét. Többek között azt is szeretnék elérni, hogy hungarikummá nyilvánítsák a szabolcsi almát. De az alma mellett a medgy is kiemelt figyelmet kap a szervezetnél, vizsgálják a gyümölcs termesztésének lehetőségeit, jövőjét és a piaci tapasztalatokat. Magyarországon 15-20 évvel ezelőtt 42 ezer hektárnyi almaültetvény volt, mára 26 ezerre esett a terület nagysága, ami 40%-os csökkenést jelent. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 22 ezerről 16 ezer hektárra csökkent az almások területe, ráadásul a meglévő ültetvények 30-40%-a idős, előregedett. A drasztikus csökkenés csak árnyalta, hogy a 2017-es évnek Magyarországon nyertese volt, az európai fagyok a hazai almásokat nem érintették ugyanis olyan súlyosan. A szabolcsi alma termelésének jelentősége továbbra is meghatározó, ám vannak olyan problémakörök, amelyek megoldása nem várathat magára, különben versenyképtelen marad a térség termelése. Annak érdekében, hogy a helyzet változzon, a Magyar Zöldséggyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács konkrét lépéseket tesz. Ennek részeként szakmai fórum sorozat indult, Merre tovább szabolcsi alma címmel, melynek legutóbbi állomása pénteken Gégényben volt. A rendezvényen Apáti Ferenc, a Fruit Web alelnöke kiemelte, a szabolcsi alma hírnevének visszaállítása érdekében egy erős márkát kívánnak felépíteni az értékes gyümölcs köré. Ehhez viszont fel kell használni a szabolcsi almának minden olyan tulajdonságát, ami ebbe az irányba fogja tolni a szabolcsi almát, értve alatta az eredetvédelmet, értve alatta a hungarikummá minősítést, értve alatta a földrajzi oltalmat. Ezek mind-mind olyan eszközök, amelyeket én azt gondolom, hogy jól lehet hasznosítani a szabolcsi alma márkanév építésére. A szabolcsi alma brand építése jelenleg a stratégiai fázisban áll, most a gyakorlati lépések kidolgozása zajlik. A célok között szerepel a szabolcsi alma hungarikummá nyilvánítása, azonban ez csak egy hosszabb, több lépcsős folyamat eredménye lehet. Legalább egy, de én azt mondom, hogy inkább két év innentől kezdve, hogy a szabolcsi alma márkát beléptetjük a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei értéktáron keresztül a hungarikum piramisba, és ezért gondoltam azt, hogy szerencsés lehet az a folyamat, ami már most is zajlik, hogy a szabolcsi alma termesztésben érdekelt egyes helyi termesztők, tehát mondjuk a nagykálóalma, a tuzséri alma, ugye a maga szintjén belép a Magyar Nemzeti Értékpiramisba, mint helyi érték, vagy mint megyei érték, és ugye akkor már az egyéni marketingjében is használhatja a nemzeti érték kitüntető törvényi címet, és ezzel párhuzamosan pedig ugye visszük tovább, ahogy az idő és a döntéshozói mechanizmusok engedik a szabolcsi almát a hungarikummá válás útján. Kocsi Erika azt is kiemelte, a szabolcsi alma több generáció számára még ma is egyet jelent a magyar almával. Mint mondta, ennek azonban törvényi megerősítése is fontos, illetve az, hogy a fiatalok számára is újra vonzóvá tegyék a szabolcsi almát. Vennék a stúdióban Takács Ferenc, az Alma Terméktanács elnöke. Jó napot kívánok, elnök úr! Milyen brandépítésről van szó? Mire lehet gondolni? Olyanra, mint például, ami a banánon jelenik meg, amit a banánon szoktunk látni? Van hasonlóság, úgy gondolom. Annyiban más ez a jelenlegi kezdeményezés, hogy bizonyos cégek, csoportosulások, termelői szervezetek Magyarországon saját maguk elkezdték már ezt a brandépítést. Tudnék példákat erre mondani, a nagykálóalma, a derecskealma és számos példát említhetnénk, viszont ez a kezdeményezés egy picit többennél és előremutatóbb. Azt láthatjuk, hogy ezek a magyarországi termelőértékesítő szervezetek önmagukban, volumenben nagyon kicsik. Lehet, hogy térségi szinten ők most itt a legnagyobbak, viszont európai léptékkel mérve annyira kicsik, hogy egyszerűen nem tudnak hatást gyakorolni a piacra, és teljesen ki vannak szolgáltatva a hazai és a nemzetközi almatermelők és nagy cégeknek a nyomásának. Éppen ezért felismerték ők is az előző évek elszigetelt tevékenysége után, hogy a lengyelországi nagy nyomás, ami Európára nehezedik, az nem védhető ki, csak úgy, ha összefogunk. Talán ez a mostani kezdeményezés, ez egy ilyen gyűjtő ernyőként tudnám említeni, amelyben az eddigi elért sikerek azok ugyanúgy megmaradnak, a helyi, lokális brendek megmaradnak, viszont kell egy közös ernyő, amivel kiléphetünk akár a nemzetközi piacra is. Egy közös név is, akkor szabolcsi alma lesz minden egyes szabolcsban megtermelt almám?
Hogy ezt még akkor nem igen, ez tudni. Egy nagyon jó kérdés, és elég parázs viták alakultak ki ebből, mert Szatmárban természetesen szatmári almát szeretnének, a Beregben Beregit, és ugye itt van az ország nyugati része is, ahol elég fejlett vált az almatermesztés az elmúlt 20 évben, például Zala megyében. Azért választottuk figyelemfelkeltésnek ezt a szabolcsi alma nevet, mert úgy gondolom, hogy ez valóban már önmagában egy brand, tehát ha valaki felmegy a nagybani piacra, sokszor a nem Szabolcsból származó almát is szabolcsi almaként adták, mert azt ugye keresték, ez ugyanolyan, mint a makói hagyma, vagy a szentesi paprika, vagy sorolhatnám még. Emögé bújtunk, és ebbe próbáltunk belekapaszkodni. Kicsit olyan ez, mint a Facebook, mikor elindult, hogy elindítottunk, csinálunk valamit, de hogy hová fog kiteljesedni, ezt még lehet, hogy most nem tudjuk. Arra kérem, hogy egy kicsikét helyezzük el a nézőknek a szabolcsi alma jelenlegi helyzetét, hát nincs valami olyan túlságosan rózsás helyzetben, és éppen ezért is van szükség ugye erre a brand építésre. Említette, hogy sőt az anyagban is elhangzott, hogy 90 óta, mint hogy a lefelé menne az ágazat. Ez így van. A 80-as években ugye a magyar mezőgazdaság sokan nosztalgiáznak, hogy Európa élvonalába tartozott. A kibocsátást és a volument tekintve biztosan. A minőséggel már lehet, hogy a mai szakemberek vitatkoznak egy picit, viszont az a tény, amit a 2001-es statisztikai összeírás mondjuk rögzített, hogy még 40 ezer hektár alma volt az országban, és jelenleg most 25-26 ezer hektárnál tartunk, és kíváncsian várjuk a jelenlegi összeírásnak az eredményét. Tehát, hogyha ezt a trendvonalat felvesszük, akkor ez azt mutatja, hogy nagyon meredeken esik. Az oka? Hát számos összetett oka van, és még annyit szeretnék mondani, hogy nem csak az a baj, hogy a területi nagyság az csökken, mert hogyha ez egy színvonal emelkedéssel, minőségbeli javulással párosulna, akkor azt jelenteni, hogy kisebb területen is meg tudnánk termelni jó minőségben ezt az almát. Viszont nem így van, tehát a mennyiség is csökken, tehát muszáj valamit tenni. Ennek nagyon sok oka van. Az egyik az, hogy most a gazdasági és politikai környezetet elkezdenénk boncolgatni, akkor valószínűleg kevés lenne a műsoridő. Viszont olyan trendeket látunk, hogy a jelenlegi jó szakemberek, akik almaültetvényen rendelkeznek, mindannyian arról panaszkodnak, hogy nagyon kevesen akarnak a fiatalok belépni. A családon belül a gyerekek nem akarják továbbvinni ezt a nehéz ágazatot, ami nem csak gazdasági külső nyomásnak van kitéve, hanem itt van az időjárás, ugye, ami egy nagyon komoly befolyásoló tényező. Tehát számos olyan nehézsége van, a munkaerő hiány, ami az elmúlt években felütötte a fejét, ami nagyon-nagyon nehézé teszi ezt az ágazatot. És komolyan félünk attól, hogy 10 év múlva olyan minimálisra csökken ez a terület, ami már Európa tényleg elhanyagolható. Ennek ellenére azért azt el lehet mondani, hogy jövedelmező, tehát a munka meghozza a gyümölcsét, ha már igen, én gyerekkoromban falun nőttem fel természetesen, és azt láttam, hogy akinek saját alma ültetvénye van, az majdnem minden évben új ladát tudott vásárolni, és akkor ez a jólétnek egy értékmérője volt. Én úgy gondolom, hogy aki magas színvonalon és szorgalmasan, becsületesen űzi az almatermesztést, ez nem egy rosszul jövedelmező ágazat. Tehát akkor mindenképpen az almatermelők részéről is azért kellene egy fontos cselekvés. Sőt, több is. Abszolút, tehát önrevíziót is kell tartanunk, hogy ilyen szavakat használjak, de mindenkinek magába kell nézni. Az biztos, hogy elindult egy modernizációs folyamat, tehát Csírájában azért akár a kocsikázva a megyében, az útszélén is láthatunk már modern, jéghálós, intenzív almaültetvényeket, de nem olyan léptékben, mint például a környező országokban, vagy akár Lengyelországban. Tehát a jó példa úgy gondolom ragadós, új ültetvényeknek a technológiája könnyen lemásolható, egyszer anyagi kérdése és egyszer elhatározás kérdése. Erre a jelenlegi támogatási rendszer is lehetőséget ad, de több mint 10 millió forint egy új hektár jéghálós alma ültetvény létrehozása, telepítése, ami nagyon komoly gondokat okoz a jelenlegi gazdáknak. Ebben pedig mennyire segíteni az, hogyha a hungarikummá válna a szabolcsi alma? Igazából a hungarikummá válása a szabolcsi almának
nem valószínű, hogy az ültetvények megújításában segít, hanem abban, hogy olyan piaci, társadalmi, gazdasági helyzetet teremtsünk, hogy végre büszkék legyünk erre a termékre. Tehát elmegy az ember New Yorkba, akkor ott a szálloda szobának a száma is egy alma emblémába van berakva. Nálunk pedig az alma szobor is, amit az Alma Termék Tanács készítetett a 90-es évek végén, Nyíregyházán egy kis eldugott helyen van. Tehát én úgy gondolom, hogy nem vagyunk elég büszkék erre a termékre, ami úgymond kiemelte a megyét az elmaradott mi voltából. Tehát ennek a térségnek a társadalmi hagyománya az, hogy az emberek értenek hozzá. Ezt mutatja az is, hogy a 90-es években elvégzett fajtaváltás, új telepítési hullám az országban, az nem változtatta meg a területi arányokat. Tehát ugyanúgy Szabolcs-Szatmár Bereg megye lett az, ahol az alma ültetvényeknek, sőt az gyümölcsültetvénynek a több mint 60%-a itt van. Tehát ez látszik, hogy egy térségben, ha valaminek hagyománya van, akkor azt szívesen csinálják az emberek. Ezt szeretnénk megőrizni és továbbvinni. Mi történik akkor? Ugye erre már volt egy jó pár alkalommal példa, hogyha a lengyelek elárasztják a piacot, akkor mennyire lehet egyáltalán eladni a szabolcsi almát? Ugye itt a jövedelmezőségre egy picit vissza tudunk kanyarodni. Ha brandet építünk, és a brand építésben minőségi kritériumokat fogalmazunk meg, akkor úgy gondolom, hogy ezzel a saját piacainkat is tudjuk védeni. Mert ha a mi almánk jobb, egészségesebb, olyan technológiával készült, ahol kevesebb növényvédőszert használtunk például, vagy akármilyen értékmérő tulajdonságát ki tudjuk emelni és bizonyítani tudjuk, ez azt jelenti, hogy akár mondhatjuk, hogy ide csak olyat lehet behozni külföldről, amelyik megüti ezt a szintet, vagy ha a fogyasztók ezt elhiszik, és bizonyítjuk, hogy ez valóban így van, akkor azt fogják megvásárolni, amelyik jobb. Tehát ez a brandépítés egyben a versenyt is biztosítja számukra. A magyar piacon jelenleg mennyire van jelen a magyar alma, mennyire elégedett? Az idei évben úgy gondolom, hogy elég nagy mértékben, mert a tavalyi évben az európai piac több mint 40%-os fagykárt szenvedett. Magyarország egy kivételes helyzetben volt és van alma, úgyhogy most az a szerencsés helyzet áll elő, hogy exportálni is tudunk, úgyhogy úgy gondolom, hogy jelenleg a hazai áruházokban finom magyar alma kapható. A brandépítés szándékán kívül mi még a következő lépés, amit mondjuk nagyon fontos lenne megoldani? Én úgy gondolom, hogy több olyan gazdasági tényező van, amiben a következő egy-két évben gyorsan döntéseket kell kicsikarnunk a kormányzattól. Ilyen lehet az áfa kérdés, ami egy nagyon nagy versenyhátrány az európai országokkal szemben a gyümölcságazatban, valamint a élő munkaerő kérdése, mert ez egy olyan ágazat, ahol még a robotizáció, a gépesítettség az ugye nagyon nehézkes, tehát az élő munkára még óriási szükségünk van. Köszönjük szépen, hogy itt volt nálunk, és sok sikert kívánunk a munkájában. Köszönöm szépen.